Egy év önként vállalt alacsonyabb osztályú szereplés után ismét a legmagasabb osztályban indul a Nyíregyháza Tigers. Az amerikai edző mellett 4 Egyesült Államokbeli játékos és egy magyar válogatott amerikai futballista érkezett a Tigrisekhez, akik komoly célokat fogalmaztak meg. A szezon felvezető sajtótájékoztatón Szépe József sportigazgató elmondta, hogy az erősítések ismeretében a bajnoki cím megszerzéséért indulnak harcba a Hungarian Football League-ben. Kimondható is, ki is szeretnénk tűzni célul a bajnokság megnyerését. Nagyon szoros a mezőny, kiegyenlített, tehát nincs olyan csapat, aki kiugróan elhúzna a többiek elől, és én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és nagyon szoros 8 csapatos küzdelem lesz, nyerni megyünk oda. Thomas Might vezetőedző 18. szezonját kezdi Európában. A 6-szoros osztrákbajnok és Horvátországban is aranyérmes szakember Magyarországon is szeretne az élen végezni csapatával. Természetesen mindenkinek a bajnoki cím megszerzése a legfőbb célja. Ehhez leginkább kiváló játékosokra van szükség. Persze én is hozzájárulhatok ahhoz, hogy megszerezzük az elsőséget. Én nyerni jöttem Magyarországra. Eddigi tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy egy nagyon jó maga alakult ki. Intelligensek a játékosok, és bízom abban, hogy ennek a pályán is meg lesz az eredménye. Az elkapó visszahordó Clifford Stokes Jr. világbajnokként érkezett a Tigrisekhez. Mikor ide érkeztem, mindenki tárt kezekkel várt, és jól éreztem magam, ahogy fogadtak, amilyen melegen fogadtak. Mindenki segíteni akart nekem az edzéseknél, de ez kell számunkra, ez a tapasztalat, hogy jók legyünk, hogy segítsük egymást a csapatban, hogy egy csapatban tudjunk játszani. Természetesen mindenki, és köztük én is jobbá váljunk, és hogy edzünk azért, hogy bajnokok legyünk. Ez kell ahhoz, hogy bajnokok legyünk. A Nyíregyháza Tigers hétvégi miskolci meccs az időjárási viszonyok miatt elmarad, így a csapat április 7-én a Fehérvár Entrones ellen rajtol a bajnokságban. Azt a meccset még a Tiszavasvári úti NVSC pályán játssza a Tigers, a következő 3 hazai mérkőzésnek viszont már városi stadion lesz a helyszíne.